A nyárvégi egyik adásunkban már találkozhatta Kulcsár József országgyűlési képviselővel. Most ismét itt ül a stúdiónkban, és az országgyűlés munkájáról beszélgetünk. Átszervezik megint a rendőrségeket. Érinti-e ez zuglót? Nem érinti zuglót. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagy vihart kavart, az ellenzéknél főleg, de hogyha belegondolunk, minden nagy rendszerhez egy bizonyos után, idő után érdemes berenyúlni és újra szervezni, hiszen egy ellustulnak az emberek, megszokják azt a területet, elkényelmesednek, meg hát valljuk őszintén, hogy sok alkalmatlan ember is van, aki lehet, hogy arra a feladatra alkalmatlan, másra viszont jó. Tehát most az az átszervezés azt is jelenti, hogy megmérettetik a rendőrség, a rendőrségi vezetők, és ott, ahol könnyenek találtatik, ott elhelyezik más munkahelyre, ahol megfelel. Sajnos elég sűrűn hallunk korrupt rendőrökről. Ez is közre játszik? Most nem a nagy korrupcióra gondoltam, hanem úgy általában. Nem, nem, ez egy teljesen véletlen dolog. Mi 2010-ben már az átszervezés mellett döntöttünk, csak hát mi, ahogy egy fegyveres testületről van szó, azért ez lassabban ment, megfontoltabban, két évig tartott az előkészület, hát csak közben jöttek sajnos ezek a korrupciós üdek, de ez is rávilágít arra, hogy aktuális az átszervezés. Hát végül is nem ez a jellemző a rendőrségre a korrupció, ez egy ilyen kiemelkedő dolog volt. Köszönöm, hogy ezt mondjam, ez valóban így van, nagyon tisztességes, nagyon rendes emberek, mint mindenhol, ott itt is vannak olyanok, akik nem odavalók. A napokban borzoltak a kedélyeket, megint a választási törvénynek a módosítása, ez most hogy néz ki? Föliratkozunk, nem iratkozunk? Igen, ez a regisztráció. De előtte, hagyd mondjak valamit, sokan megkerestek és szóltak, hogy biztos mindenki tudja, hogy most volt kihelyezett frakcióülésünk, hogy hát mit csinálunk mi a frakciüléseken, Pont a választási törvény módosításával kapcsolatban is tehát mindenki úgy gondolta, az én ismerőseim is, hogy mi elmegyünk mondjuk Sárvára egy négycsillagos szállodába, és akkor de jó nekünk, mert ott pihenünk. Hát ez nem így van, én Sárvárból nagyon keveset láttam, mert kőkeményen dolgozunk ezen. Van egy frakciónk, ami 263 főből van, és akkor mindent apró részletekben megvitatunk, úgyhogy reggel 8-tól mondjuk éjfélig, hát ezzel a regisztrációs problémával is itt végig gondoltuk ezt a választást, és arra döntése jutottunk, hogy ez helyes dolog. És azért helyes, hogy minden magyar állampolgár érezze, hogy rá szükség van, és ő magától menjen el és regisztráljon. Tehát elmegyek, regisztrálok, mehetek szavazni. És innentől kezdve rögtön megszűnik a kopogtató cédula is. Tehát az emberek a sorsukat sokkal jobban a kezükbe tudják venni hiszen hogyha belegondolunk, az elmúlt választásnál is, nem akarok pontos számot mondani, nem is tudok, de olyan két-két és fél millióan nem mentek el szavazni. De ettől miért mennének el többen? Azért, mert én érzem, érezzem azt, érzem azt, hogy igenis nekem fontos, hogy kire szavazok, fontos, hogy melyik emberre, melyik pártra, és menjek el. És akkor ez a, ez a durva kampányok, amik itt az utóbbi időkben voltak, ezek meg fognak szűnni. És megszűnnek azok a listák, amiket a, a, a kormánytól, az államtól minden évben, ezek a választási listák, amit meg lehetett venni a pártoknak. Ez meg fog szűnni. És ez szerintem sokkal olcsóbb is lesz. Azok az emberek, akik utolsó percben döntik el, hogy ők szavaznának, nem szavaznának. Na most, éppen most dölt el, hogy mégiscsak szavazok valakire, akkor az már nem tud elmenni szavazni. De el tud menni, tehát ő is akkor bemegy a jegyzőhöz és regisztráltatja magát, de általában az lesz a jellemző, hogy egy 60-90 nappal előtte mindenki kap egy értesítést, elmegy, regisztrál, és akkor négy évig nincs gondja. Négy év múlva megint el kell menni és regisztrálni, hiszen ő szavazni akar. Tudomásom szerint van olyan ország, ahol egyszer kell feliratkozni egy ilyen listára. Ez itt nem megoldható? Hát ezzel mi is sokat vitatkoztunk, de mindig jönnek újabb generációk. Hát azok akkor fölivatkoznak. Meg ez, ez pontosan azért jó, hogy az emberek is motiválva legyenek arra, hogy ők igenis négy év múlva megint megszólítatnak, elmegy, érdekli őt, regisztrál. Most viszont hogy lesz kiszűrve, hogy ne induljon mondjuk 102 jelölt? Mert a kopogtató cédula végül is a jelölteket, ahhoz, hogy jelölté váljon valaki, megszűrte. Aki megszerezte, indulhatott. Most viszont, ha nincs kopogtató cédula, akkor mi lesz a, a gát, hogy mondjuk ne 104-en induljanak? Ez egy jó kérdés. Mi úgy gondoltuk, hogy ezeket a számokat most még ezeken vitatkozunk, hogy ezeket a gátakat beépítsük. Egyelőre, a, tehát ami nekünk az egyik legnagyobb gondot jelentette, az a külföldön érő, tehát ott is regisztrálni kell a külföldi embereket. Biztos, hogy kevesen tudják, hogy például London mellett több mint 60 ezer ember él, akik ott kint dolgoznak, magyar állampolgárok. És őke, ők is, tehát nem tudjuk, hogy, hogy hol vannak, kicsodák ők. Tehát ezért is kéne a regisztráció, hogyha ők igényt tartanak arra, hogy szavazzanak Magyarországon, akkor tudjunk róluk, és tudjuk őket értesíteni. Tehát ugyanígy van ez az erdélyekkel, felvidékiekkel. Tehát ez a regisztráció azért lesz egy jó, hogy akkor már általános lesz az szavazókra. A mindnap kaptunk sokan egy levelet Orbán Viktortól. Ez a munka helyvédelmi támogatásról szól. Amik itt adatok vannak benne, ezek évere szóló adatok, vagy hónapra, hétre, mire? Ez szintén még csak törvénytervezet, ezt szeretnénk bevezetni. Ami a legfontosabb, és amit úgy gondolom a Magyarországon élők és dolgozó emberek a legfontosabb, a 25 év alattai fiatalok és az 55 évnél idősebb embereknek a foglalkoztatása. Hiszen, ha megnézzük a statisztikákat, mondjuk Európában ez a két közösség áll a legrosszabbul foglalkoztatással kapcsolatban, és itt próbáljuk, hogy adókedvezményeken, mindenféle kedvezményen, hogy a vállalkozók, Hát itt az, azok a számok, azok még talán nem teljesen, nincsenek még teljesen rendben, hiszen még ez nem törvény, csak törvényjavaslat. De ez egy évre vonatkozik, és ez azt fogja jelenteni, hogy mindenkinek megérje, hogy 25 évnél fiatalabbakat foglalkoztasson, vagy 55 évnél idősebbet. Tegnap a parlament vitán folyamán fölmerült az a kérdés, ami valóban probléma lehet, hogy mi van akkor, hogyha valaki elküld egy középkorút, egy jó munkaerőt, magasabb bére volt, hogy igénybe tudja venni ezt az adókedvezményt, és felvegyen kettőt helyette. Hát erre oda fogunk figyelni, hogy ez ne legyen, mert hát ez életszerűtlen, hiszen egy vállalkozónak érdeke az, hogy jól menjen, és jó képzett emberei legyenek. Ha már itt tartunk, van 25 év alatti, vagy 55 év feletti foglalkoztatottja egy vállalkozónak, Azokra is vonatkozik, tehát nem csak az így új van, belépőkre. Így van, így van. Ez pontosan azért vonatkozik, hogy tudjon még egy embert fel, felvenni, vagy a vállalkozásával vissza tudja forgatni azt a pénzt. Ezek nem olyan hatalmas összegek, de egy kis vállalkozónál ez biztos, hogy sokat jelent, ha mondjuk tud foglalkoztatni még egy embert. Én ma reggel hallottam, hogy megint élelmiszer ár emelkedés várható, sajnos. Tavasszal 450 forint körül volt a benzin, akkor észnélkül a szállítási díj miatt mindennek fölment az ára. Közben is szép lassan lement azért a benzinára, amit nem vettünk észre az árakban. Most megint eléri a 450-et, és megint fenyegetnek azzal, hogy szállítási költségek miatt emelkednek az árak. Valahol ez nem korrekt számomra. Hát én is autóval járok, és amikor tankolok, akkor én is úgy gondolom, hogy nem korrekt, mert drága a benzin de ebben mi nem nagyon tudunk beleszólni. Viszont az tény, hogy ha járja is az országot, én is, kukoricatáblák sok-sok hektár van kiszáradva. Hétvégén voltam Zalában, és panaszkodtak a zalaiak, hogy az erdőben elpusztulnak a vadak, mert nincs zöld fű, tehát ki van égve, ki van száradva minden, én úgy gondolom, hogy a sajnos az élelmiszárak ezért fognak emelkedni, nem csak az üzemanyagár miatt. Sokkal nagyobb baj ez az asszály, ami ezen a nyáron volt. De valóban jó lenne, ha volt lenne a benzin. Hol az asszály, hol az árvíz, hát, valami, valami, valami középutat nem lehetne találni, hogy hogy amit a mezőgazdaságba befektetnek, az úgy visszaforgatni, hogy öntöző rendszerekre. Tehát hol az árvíz ellen küzdünk, hol az asszály ellen. Tehát valamilyen megoldás kellene egy olyan országnak, amelyik a mezőgazdaságból él. Biztos, hogy hallotta, hogy az elmúlt három hétben nagy viták voltak, és a kormány azon dolgozik, hogy az öntözést megoldjam. Hiszen itt volt a példa, hogy tavaly egy nagyon jó évadot zárt a mezőgazdaság most meg a, 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 szárazság miatt nem, mert nem volt öntözés. Csak ám ezek nagyon nagy befektetések is, tehát egy ilyen... De megérné? Hát igen, csak azokat a pénzeket elő kell teremteni, de a kormány például pont most dolgozott ki, hogy fogja támogatni az öntözést. Még egy törvény van, ami kicsit fölborzolta a kedélyeket, és kicsit igazságtalannak érzik, akik dohányoznak, hogy ötödrangú <tosz> állampolgárra váltak azáltal, hogy ez a trafik törvény megszületett. Nem kötelező dohányozni, ez kétségtelen, de miért rosszabbak a dohányzók, mint az alkoholisták, vagy a kábítószeresek? Nem akarom megbántani, de ez egy rossz megközelítés. A dohányzás az borzasztóan káros az egészségre. Ha megnézi az egészségügyi statisztikákat, és az, hogy hány ember hal még Magyarországon a dohányzás miatt, Mindenki elsősorban mondjuk a tüdőrákra gondol, ami egy undorító betegség, a többivel együtt, de az összes érrendszeri megbetegedésnek egy nagy részét a dohányzás okozza. És hogyha megfigyeljük azt is, hogy a dohánygyártók merre orientálódnak, akkor láthatja, hogy a fiatalok felé. Tehát mi is megnéztük mindenféle statisztikát, és nem a 40, nem a középkorú embereket, hanem a fiatalokat, nem utána úgy hívják, hogy beetettik őket, tehát rászoktatják, függővé teszik őket, hogy utána is tudjanak dohányozni, tehát vásárlók legyenek. És ha azt is megfigyeli, hogy nagy bevásárlóközpontokban, mondjuk ami a városon kívül van, simán kiszolgálják a 18 éven aluliakat. Ez az egyik része. Tehát az egészségügy, meg az, hogy a fiatalokat védjük, ez egy borzasztó fontos dolog, hogy ne dohányozzanak. A másik tehát én ezt egy jó, jó törvénynek tartom, vagy törvényjavaslatnak, azért, mert a másik része, Kevesek gondolják végig, hogy 7000, 7000 családnak fog munka lehetőséget adni, ez a trafik. És azt is tudjuk a magyar történelemből, de talán a, a német, meg az osztrákok is csinálták, hogy a, a második világháború után a hadirokkantakat, meg, tehát akkor is monipúj helyzetbe tették a dohány kiskereskedelmet, hogy azok a családokat el tudja tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez egy jó, ez egy jó ötlet, mert eleve 7 ezer családnak szerintem jobb élete lesz, jobb élete lesz, ezáltal úgy munkához jut, és ki lehet szűrni, ki lehet szűrni Az, hogy a fiatalok bagozzanak, dohányozzanak, hiszen, hogyha kétszer rajta kapják ezt a boltot, hogy ott fiatalkoroknak adott, akkor elveszik tőle ezt a lehetőséget. Az államnak nagyon sok bevétele van a dohánytermékekből, abból viszont valahogy segíthetné azokat, akik valóban le akarnak szokni, mert önmagától nem tud leszokni. És nem biztos, hogy megveszi azt a terméket, ami ugyanannyiba kerül, mint egy doboz cigaretta én úgy gondolom, hogy minél jobban szigorítjuk ezt a részt, ez annál jobb. Tehát valóban emeltünk adókat, helyes, helyes. Visszaforgatjuk ezeket a pénzeket az egészségbe, a leszoktatásra is mindenféle rendszer működik már, és most az egyáltalán nem baj, hogy a lehetőségét is minimalizálni fogjuk, ahol lehet venni. Ez borzasztó, hogy mindenhol nyakra főre lehet cigarettát venni. Hát Zuglóról most ugye nem beszéltünk konkrétan, de azt hiszem, hogy ezek a témák mindenkit érintettek az országban, ugyanúgy a zuglói lakosokat is. Először is szeretném megköszönni a Zugló tv hogy most már rendszeresen itt lehetek, és a következőt ajánlom fel, hogy hát most már havonta is mindig itt vagyok, hogy gyűjtsenek össze kérdéseket, e-mailben biztos, hogy önököz is lehet fordulni, és ezeket a kérdéseket a továbbítják, tehát, ami konkrét kérdések, konkrét minisztériumtól, konkrét minisztertől, akkor vagy elhozok egy magam mellett egy szakembert is, vagy azokra a kérdésekre én akkor pontos választ tudok adni. Ez a nagy politikáról, a zuglói politikáról, amit szeretnék majd foglalkozni elég erőteljesen. Nagyon sokan megkerestek az őshezértérrel kapcsolatban, hogy borzasztó állapotok vannak. Az következendő heteket arra fogom szállni, hogy megnézem, hogy mit lehet ott tenni. A hajléktalanokkal, a zugárusokkal, a piszokkal, a rendetlenséggel szeretném megnyugtatni az zuglójakat, akik az ősözőtér környéken járnak, hogy hogy most sokkal erősebben oda fogok figyelni, és a szakembereket, rendőrséget, fővárost meg fogom kérni, hogy segítsenek, hogy ott meg tudjuk azt oldani. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Én köszönöm.